Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ma délelőtt tartotta évértékelő tájékoztatóját. Farkas Bozsi Gáborral, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével, illetve az igazgatóval, Magosi Lajossal beszélgettünk. Mi a teendő, ha baj van? Ezzel a legfontosabb kérdéssel indult a Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatója, ahol részletezték a tűzoltóság ezévi munkáját és a nyári időszak legfontosabb veszélyforrásait. A szakemberek felhívták a figyelmet a legjellemzőbb katasztrófahelyzetekre, a szabadtéri tűzesetekre, melyeknek 99%-a emberi figyelmetlenség miatt történik. Farkas Bozsi Gábor szóvivő kiemelte, a körültekintés mindig fontos, és ez igaz az őszi időszakra is, főként a szüret időszakában, hiszen a borospincék is rejtenek veszélyeket, ilyen például a mustgázmérgezés. Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság életéből azért ezt elmondhatom, hogy jelentős káresemények, nagy kiterjedésű katasztrófa események nem voltak megyénkben. Lekopogom gyorsan, remélem így is marad a elkövetkező hónapokra is, de viharkárok voltak. Jellemző, hogy a műszaki mentések száma megemelkedett. Az összes vonulási, riasztási számunknak, de egyébként ez már évek óta tartó tendencia, körülbelül kétharmad része, vagy talán még kétharmad rész fölötti része az, ami műszaki mentés. Ez a tágabb fogalom a mi munkálataink során, ugye ebbe tartozik a faág leszakadás, a vízszivatás, a közlekedési balesetek során nyújtott segítségnyújtás, de ide tartozik az is például, amikor a mentőszolgált munkatársai nem tudnak bejutni egy lakásba a zárt ajtó miatt a beteghez, és segítünk a lakásba történő bejutás. Tehát ez mind-mind műszaki mentés, ez egy jóval tágabb fogalom. A másik, az egyharmad rész, egyharmad körüli rész, az pedig a tűzesetek. Hát ezt nem kell megmagyarázni, hogy ez mit is takar magában. Az, hogy több a műszaki mentés, az egyrészt annak tudható be, amit már az előbb elmondtam, hogy egy sokkal szélesebb spektrumot fed le ezek a műveletek a katasztrófavédelemben belül a tűzoltók munkájából. A másik pedig hát a viharkárok. Mindenki tapasztalta, akár itt Székesfehérváron is, hogy nagyon sokszor előfordul egy erős szél, egy intenzív esőzés. Ezek általában nem nagy kiterjedések, most ezt a jelenséget figyelhetjük meg az utóbbi egy-két évben, hanem lokális. Olyan is előfordulhat egy nagyváros életében, például Székesfehérvárnál is, hogy egyik részén ömlik az eső, fúj a szél, a másik részén pedig csak beborult az idő. Tehát kisebb területre koncentrálódnak ezek a viharkárok, viszont jelentős károkat tudnak okozni az ott élőknek, de aki bekapcsolja a híradót, ezt hallhatja országszerte, hogy sokszor csak egy-egy település nevez meg a híról, ahol jelentős pusztítás végzett egy vihar, míg a közelében alig történt valami. És azért nem csak a viharkárokról számolhatunk be, hanem több baleset is történt az utakon, főként, és ugye kiemelhetjük ezek közül az autópályát, mint helyszínt. Ezeknek mi lehet az oka így a nyári időszak beköszöntével? Fejér megy és a Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság életében ez egy külön szakterület, ha így mondhatom. Ilyen nagyon sok nagyforgalmú út halad át megyénken, M1-es autópálya, M7-es autópálya, M6-os autópálya, 81-es út, 7-es út, és még mondhatnák sok-sok más utat. A közlekedők, amelyen utat éppen rendszeresen használnak, ők nagyon jól tudják, hogy melyek azok az utak vagy útszakaszok, idézőjelbe téve fertőzöttek, tehát nagyobb a balesetveszély, nagyobb a közlekedési baleset bekövetkezésének a kockázata. Tehát nyári időszakban nem árulok el nagy titkot, a hangsúly az M7-es autópályán van, hiszen a Velencei tó, ami teljes egészében Fejér megyében található, illetve a Balaton, ami rajtunk keresztül közelíthető meg a legegyszerűbben, direkt nem mondtam, hogy a leggyorsabban, mert ez nem minden esetben igaz, péntek délután, meg mondjuk vasárnap este, amikor leutaznak, illetve hazautaznak a nyaralók, a pihenni vágyok. Ez mindenképpen egy nagyobb feladatszámot, nagyobb terhelést ró a katasztrófavédelmi igazgatóságunkra, ezen belül is, ha az M7-esnél maradok, akkor a székesfehérvári hivatásos tűzoltókra, hiszen ők azok, akik a legtöbbet vonulnak a Fejér megyei autópálya szakaszra, de még meg kell említenem a polgári önkormányzati tűzoltókat, akik a Balaton felüli vége a Fejér megyei szakaszának az M7-esből, illetve a Váli kollégáim, ami szintén Fejér megye, és ők Pesthez közelebb találhatók. Tehát ez a három tűzoltóság, aki a legtöbbet beavatkozik a Fejér megyei M7-es szakaszon. De ha autópályáknál tartunk, akkor mindenképpen az M1-es, ami még ide tartozik. Nem olyan régen olvastam egy statisztikai felmérést, hogy az M1-es autópálya leterheltsége 108%-os, ami azt jelenti, hogy nagyobb forgalom zajlik ezen az autópályán, mint amire tervezték, és ennek a forgalomnak jelentős része az teherautó és kamion forgalom. Ugye a bicskei kollégáink, Fejér megyei bicskei kollégáink, illetve a szomszédos Komárom-Esztergom megyéből a tatabányai kollégáknak bizony sok feladatot adnak a kamion balesetek, teherautó balesetek, és ezek között számos súlyos is található.
Hány emberrel működik egyébként jelenleg az állomány, így a megyét tekintve, esetleg egy körülbelüli számot, illetve hogyan készülnek az ősz, illetve a téli időszak? Az őszi-téli időszak is jelent feladatot, plusz feladatot a katasztrófavédelemnek, akár hatósági, akár a beavatkozó tűzoltói oldalt nézem. Mindjárt közeledik a szüreti időszak, ami muzsukgáz mérgezés veszélyét hordozza magában, és egy zárójelbe, idézőjelbe téve a mérgezést, hiszen maga a széndioxid gáz, a muzsgáz az nem mérgező, kiszorítja a levegőt a pincéből, és így tud fulladásos halált okozni, tehát ez jelenti a veszélyt. Ezt követi a fűtési időszakhoz kapcsolódnak a szénmonoxid mérgezések, ami viszont már valóban mérgező gáz, nem véletlenül hívják csendes gyilkosnak, szintelen, szaktalan, emberi érzékszervekkel nem érzékelhető mérgező gázról van szó, illetve a kéménytüzek. Ide kapcsolódik az is, hogy ezért fontos, hogy a kéményeknél a sormunkát azt mindig elvégeztessük. Amikor érkezik a kéményseprő, szeretne bejutni az otthonunkba, ezt természetesen előtte 2 héttel legalább ki kell, hogy értesítse az ingatlan a kémény tulajdonosát, akkor gondoskodjunk arról, hogy valóban bejusson. Ez nem csak azért fontos, hogy ő el tudja végezni a munkáját, és ne úgy érezze az állampolgár, hogy ez egy plusz feladat, egy teher, piszkálja őt a hatóság esetleg, hogy egy kicsit ilyen vulgárisabban fogalmazom, hanem ez a saját érdeke. Hiszen egy kéménytűzből is súlyos tragédiák lehetnek, de ha nincs is tragédia, bizony keletkezhet olyan kár, aminek a helyrehozatala, felújítása több 100 000 forintos költséget róhat a családra, és ahogy közeledünk az évvége felé, az adventi karácsonyi időszaknál a nyitlángú berendezések, gondolok itt a gyertyára például, karácsony időszakában az elektromos berendezések, fényfűzérek, ajtódíszek, ablakdíszek, felöltöztetett karácsonyfák, ugye most már nagyon nagy divat ez Magyarországon is, ezek bizony hordoznak magukba veszélyforrás, itt elsősorban a lakástüzekre gondolok, és az évvége, az önfelett szórakozás pedig a pirotechnikai eszközöknek a helytelen használata tudja beárnyékolni, akkor pedig majd erre fogjuk a nagyobb hangsúlyt fektetni, az ilyen baleseteknek, tűzeseteknek, ha a saját szakterületemet nézem, a megelőzésére. És talán amely a legaktuálisabb az itt felsoroltak közül, az minden esetben azt gondolom most a muzsgáz témája. Hogyan lehet ezzel ellen védekezni, illetve ha ilyet tapasztalunk a környezetünkben, akkor mi az elsődleges és a legfontosabb dolog? A gyümölcs lekerül a pincébe, vagy a gyümölcslé must lekerül a pincébe. Mikor a cukor alkohollá válik, ez az érési folyamat, ekkor szabadul fel a köznapi nyelven nevezett muzsgáz, széndioxid gáz. Itt az a lényeg ennek a jelenségnek, hogy ez a muzsgáz, ez másfélszer nehezebb a levegőnél, nagyobb a sűrűsége, ezért a talaj szinten gyűlik össze, és onnan kezdi el felteríteni a helységet. És hát boros pincékről beszélünk, tehát a pincéből csak akkor fog tudni eltávozni a muzsgáz, amikor mondjuk már a pince nyílás vagy pince lejáratnak az alsó szélét eléri. Ez legtöbbször azért magasabban van, mint egy felnőtt ember egyenes tartásban állva a fej magassága. Ahogy ez a muzsgáz felteríti a helységet és eléri a légzőszerveket, így okoz fulladásos halált. Oxigénhiányos környezetben az ember nagyon rövid idő alatt, 1-2 percen belül elveszti az eszméletét, földre kerül, és innentől fogva, ha nem érkezik pillanatokon belül a segítség, akkor bizony bekövetkezik a tragédia. Hogyan tudunk ellene védekezni? Van 2 nagyon egyszerű módja. Hát az első módszer az a különböző széndioxid érzékelők, riasztók, mint ahogy vannak szénmonoxid érzékelők, riasztók is, de hát ezt általában csak a nagyobb gazdaságok, borgazdaságok alkalmazzák. Egy családi vállalkozásban, egy magánember esetében a legegyszerűbb, legbiztonságosabb módja az égő gyertyát levinni a pincébe. Ha kézben tartjuk a gyertyát, gyertyatartót, akkor mindenképpen csípő, illetve csípő alatti magasságban nyújtott karral tartsuk, hiszen ahogy jön fel a talajszint irányából a széndioxid gáz, telíti a helységet, ahogy eléri a gyertyalángot, mivel szorítja ki az oxigént, égésnek a feltétele az oxigén, el fog aludni a gyertyaláng, azonnal ki kell menekülni. De szoktak olyat is csinálni, láttam már idősebb borosgazdáktól, hogy egy bot aljára erősítik rá a gyertyát, és gyakorlatilag, hogy a kezükben tartják, mint egy fémkeresőt tartanak a kezében, így talajszintől 5-10-15 centire van ez a gyertya, és még hamarabb megérkezik a vészjelzés azzal, hogy a gyertyaláng elaludt. Másik nagyon fontos szabály, hogy lehetőség szerint senki ne menjen egyedül pincébe, pincéhez, hiszen ha bajba kerül, akkor nem lesz, aki segítséget hívjon. Ha egyedül megy, lehet, hogy csak órák múlva kezdik el keresni, hogy nem érkezett haza az édesapa, a férj, megtalálják a pincénél, és akkor nagy valószínűséggel ez már késő lesz. És végül egy másik téma, de mégis nagyon fontos, így a végén néhány mondatban új helyszínnel gazdagodott, illetve bővült a tűzoltóság, miként funkcionál ez a helyszín?
Egy szabadtéri kondicionáló park az, ami elkészült, ennek ma lesz a augusztus 31-én az ünnepélyes átadása. Ez a hivatásos tűzoltóinktól, tehát a székesvérvári hivatásos tűzoltóink részéről merült fel az igény, hogy szeretnének egy ilyen kondicionáló parkot létrehozni, létrehozatni. Van egy kollégánk, mindenképpen szeretném nevén nevezni, név szerint megemlíteni, Csehó Tamás tűzoltó alezredes, a megyei katasztrófavédelmi iparbiztonsági főfelügyelője. Gyakorlatilag ő az a személy, aki ezt a igényt ezt meghallotta, és tett is azért, hogy megvalósulhasson. Ő egy szervező munkát, egy összekötő munkát hajtott végre, végzett el a katasztrófavédelem és a támogatóink között. Két fő támogatója volt ennek a kondicionáló partnak, illetve a létrehozásának. Az egyik a Deák Lajosni, aki ennek a választókerületnek, a 11. választókerületnek az önkormányzati képviselője. Az ő segítségével kapta meg a katasztrófavédelem magukat a tornaszereket, illetve ezek alá a tornaszerek alá ilyen ütésálló, ütéscsillapító burkolatot kell helyezni. Ezeket pedig a Hankook Tire Magyarország Kft. Biztosította, a Dunaui Városi Cég biztosította számunkra. Az egyéb tereprendezési munkálatok, betonozás, szegély, tehát ami ahhoz kell, hogy ez a park, ez kultúrált legyen és jól használható, itt lépett be az igazgatóság, ezt mi biztosítottuk, és magát a munkálatokat, tehát magát a betonozást, a játékoknak, tornaszereknek a felállítását, ezt még a tűzoltók saját maguk végezték el, szolgálati idejüknek abban a részében, amikor nem volt sem riasztás, sem kiképzés. Magosi Lajos tűzoltó, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője kiemelte, a biztonság és a veszélyhelyzetek kikerüléséhez vagy elhárításához elengedhetetlen az összhang, így a társszervezetekkel való együttműködés. Minden időszaknak megvannak a specialitásai, és itt elsősorban az évszakokról beszélek, tehát a nyári időszaknak, az őszinek, a télinek és a tavaszinak is külön-külön veszélyforrásai lehetnek, és ami előtt most állunk, az az ősz. Elsősorban itt a muskáz mérgezésre hívnám fel a figyelmet, tehát a boros pincékben keletkező széndioxid kapcsán, és majd nem sokára elkezdődik majd a fűtési szezon, ott pedig a szénmonoxid mérgezésekre és a kéménytűzekre hívnám fel a figyelmet. Nyilván ezek azok a témák, amiket majd a közeljövőben nekünk egy kicsit komolyabban, nagyobb nagyságrendben kell majd kommunikálni a lakosság felé. És ugye elhangzott az is a sajtótájékoztatón, hogy nagyon fontos a társszervezetekkel való együttműködés. Így van, abszolút, tehát mi napi szinten működünk együtt a mentőszolgálattal, a rendőrséggel, akár a Kémény ZRT-vel is, és más szervezetekkel is, akár önkéntesekkel, pontosan azért, hogy ezeket a veszélyhelyzeteket elsősorban megelőzzük. Mert ugyan elsődleges feladatunk nekünk a életmentés, tűzoltási életmentés, de sokkal inkább szeretnénk, hogyha ezekhez az esetekhez nem keletkeznének ezek az esetek, és minél kevesebb mentőtűzvédelmi beavatkozást kellene végrehajtanunk. Az igazgató hozzátette, minden időszaknak megvannak a maga sajátos veszélyhelyzetei. A szüreti időszak mellett hamarosan beindul a fűtési szezon is. Az igazgató ennek kapcsán a szénmonoxid mérgezésre és a kéménytűzre hívta fel a figyelmet. Hozzátette, fontos, hogy baj esetén azonnal szakember segítségét kérjük. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, hiszen érdemes, viszontlátásra, jó éjszakát!